Köszöntök mindenkit, Önök a Kincsvadászt látják. Van Erdélyben egy tó, melynek látványa még a sokat látott természetjárókat is elvarázsolja, ugyanis messze földön nem látni ilyen csodát, mint amilyen Gyergyó vidékén megadatott nekünk. Gyilkos tó a neve, melynek tükréből fák csonkjai merednek az ég felé. A régen Veres tóként nevezett természeti csodához fűződik egy legenda is, amely a tó keletkezésének körülményeit próbálja mesébe illően elmagyarázni. Az idők során többféle legenda született a gyilkostó keletkezésével kapcsolatban, talán a legismertebb Fazakas Eszter legendája, aki egy szépséges gyergyói lány volt, aki beleszeretett egy daliás legénybe a gyergyói vásárba. A fiú is viszonozta ezt a szerelmet, és kérte, hogy legyen a mátkája. Esküvőre azonban nem kerülhetett sor, hiszen a legényt elvitték katonának, ezért Eszter sajnos csak álmodozhatott a következő időszakban a legényről, ezért minden este kiment az erdő szélére, az agyak korsójával a csobogóhoz, és ott énekelt és álmodozott a fiúról. Ekkor történt, hogy észrevette őt egy zsivány vezér, akinek nagyon megtetszett Eszter, ezért elrabolta őt, a lovany ergébe kapta, és elvitte őt a Cohár szikla világába, ahol a tanyája állt. Kérte, könyörgött a lányhoz, hogy legyen a felesége, de a lány sajnos nem viszonozta ezt a szerelmet, és szerette volna, hogyha szabadon engedi őt a zsivány vezér. Ezért természetesen erről nem akart hallani, a lány pedig könyörgött a hegyek szelleméhez, hogy segítsenek rajta. Aznap éjjel hatalmas vihar támadt mennydörgéssel, villámlással és földindulással is, aminek következtében egy óriási sziklaomlás következett be, amely maga alá temette a zsivány vezért, de egyben a lányt is, és hát a legenda szerint a völgy túlsó oldalán levő nyájat és a pásztort is. Másnapra a hegyomlás teljesen elzárta a völgyet, és a valamikori Verespatak helyén kialakult a gyilkostó. Van egy vicces anekdóta is, amely a tóhoz fűződik, méghozzá pont ilyen télő időszakra vonatkozik. A történet szerint egy furfangos székely gazda egyszer eladta ezt a területet, méghozzá itt téli időszakban, és azt mondta a vevőnek, vagy hát a leendő vevőnek, hogy ez egy szuper kaszáló lesz majd, amikor tavasszal kitermeli ezeket a maradék fatönköket, amelyek egy erdőirtás következtében maradtak itt, és akkor lesz neki egy gyönyörű szép egyenes kaszálója, ami ritkaság számba megy ezen a vidéken, és hát a történet szerint sikerült is nyilva ütni az üzletet, az újdonsült gazda pedig nagyon meglepődött, amikor megérkezett a tavasz. A tó keletkezését a 19. század elejére teszik, amikor is a keletre fekvő gyilkoskő oldalából az agyagos lejtőtörmelék megázásának következtében hegyomlásként zúdult alá, így eltorraszolta a környező patakok vizét. Mások az 1838-as földrengéssel teszik egyidejűvé a tó létrejöttét. Természetesen a vízfelszín fölötti rész az erőteljesen pusztul, viszont a vízfelszín alatt még mindig nagyon jó állapotban megvannak a fák. Ez annak köszönhető, hogy a víznek van egy természetes kovasav tartalma, amely konzerválta a vízfelszín alatti részét a fáknak. Nemrég búvárok jártak a vízfelszín alatt, és lenyűgöző felvételekkel tértek vissza, hiszen olyan, mint egy sűrű erdő lenne, még mindig nagyon jó állapotban megvannak a fák ágai, tehát egy ilyen víz alatti ilyen szellemerdő van, ha úgy tetszik, a vízfelszín alatt. A tavak általában egy rövid életű földrajzi képződmények, ugyanígy van ez a gyilkostóval is, hiszen folyamatosan látszik, akár szemmel is most már az erőteljes feltöltődés, amely köszönhető annak is, hogy az intenzív erdő kitermelés következtében nagyon sok hordalék zúdul le az esőzések alkalmával, és ez folyamatosan lerakódik a tó vizében. Ezáltal a tó hátsó részén, itt a hátunknál levő részén már gyakorlatilag be lehet sétálni egészen hosszan a valamikori tónak a helyére. Reméljük, hogy sikerül majd ezt a folyamatot késleltetni, hogy minél tovább meg tudjuk őrizni ezt a természeti kincset. Orbán Balázs a Székelyföld leírásában a következőképpen ír, idézem: a legmegkapóbb, a legelragadóbb képek egyike áll előttünk, még az is, aki felső Olaszországnak és Svájcnak ünnepelt tavait látta, bámulattal fog látvány előtt megállni. Nagyobb szerű tünemény talán igen, de szebbet, varázslatosabbat nem rejtenek a havasok keblükben.
Ennyi volt már a kincsvadász, köszönöm figyelmüket. Gyergyói útunk azonban nem ért véget, még több kincset fogunk felkutatni, úgyhogy tartsanak velünk következő adásainkban is. A viszontlátásra!